Kedves testvérek, a mai olvasmányban azt hallhattuk, hogy mennyire szereti az Úr az ő választott népét. Izaiás próféta könyvéből hallhattuk a mai olvasmányt. Minden újjászületik, minden megújul az Úr kezének érintésétől. Az Úr kezének érintése. Szolgáinak megmutatja segítő kezét az Úr. És ezen az Úr kezén kezdtem elmélkedni, hogy milyen sokszor előfordul a Szentírásban az Úr kezének érintése. És van úgy, hogy az Úr kezének érintése, az teremtő elővel bír. Hiszen a föld porát kezébe vette az Isten, és megalkotta belőle az embert, Ádámot. Vagy a próféta Jeremiás, aki elmegy a fazekashoz, és nézi, hogy a fazekas hogyan képzi az edényeket, hogyan forgatja, gyúrja a sarat, a föld porát, és hogyha nem sikerül, újra kezdi, újra gyúrja. Az Úr kezének érintése formálja és alakítja az embert. De ugyanígy az Úr keze ránehezedett a filiszteusokra. Dávid király idejében. És nem is győztek a csatákban. Az Úr keze, akire ránehezedik, annak arra súlyos iga, súlyos teher kerül. De ugyanígy az Úr keze alkot, teremt, felemel, de rá is nehezedik az emberre. És én azt gondolom, ez attól függ, hogy az ember a mi esetünkben így Krisztus születése, halála, föltámadása után hogyan közelít az Isten felé, vagy elfordul tőle. Mert én hiszem azt, hogy amikor az Úr keze másként érinti az embert, mint Jób idejében, a próbatételek által, annak is megvan a maga értelme. Az Úr kezének érintése, próbatételeknek is az útja, és az üdvösségnek is az útja, az Úrral való találkozásnak az útja, az ő kegyelmének, a befogadásának az útja. És azért mondom, hogy attól függ, hogy milyen lélekkel fogadjuk az Úr kezének érintését. Mert egészen biztos, hogy a javunkat akarja, még akkor is, ha ránehezedik a keze a mi életünkre. Mindenféleképpen van benne az Isten tervéből, az üdvösségnek a tervéből. Ez az alkotó, felemelő, ránk nehezedő kéz ott van végig az életünkben. Mire van éppen szükségünk? Miből tudunk tanulni? Minden idő a kegyelem ideje. Az Úr minden érintése az életünkben azért van, hogy közelebb kerüljünk hozzá. És a Szentleckében folytatódik tovább ez a gondolat az Úr közelségéről. Szent Pál apostol arról beszél, hogy nem akarok mással dicsekedni, mint Jézus keresztjével. Hát Jézus keresztje is az Úr érintése volt. Az Úr érintése, aki Krisztus keresztjével megérintette a fiát, hiszen ezáltal adott nekünk üdvösséget az ő szenvedése által, de megérint bennünket is. Hogy hogyan élek én, milyen döntéseket hozok az életemben. Azt írja Szent Pál apostol, ahogyan a mai Szentleckében hallhattuk a Galatákhoz írt leveléből, nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szekezték nekem a világot, és engem is a világnak. Ezáltal az érintés által megváltozik az ember Istennel és világgal való kapcsolata. Keresztre szekezték nekem a világot, és engem is a világnak. Benne vagyok ebben a világban, de
Az Úr úgy érintett meg, hogy vállalok akár szenvedéseket, próbatételeket, de tudom, hogy ennek van értelme. Krisztus jegyeit viselem a testemen. Egyes Biblia magyarázók azt mondják, hogy talán Szent Pál lehetett az első, aki a stigmákat, Krisztus sebeit viselte a testén. Amikor erről beszél, hogy ne okozzon nekem senki ártalmat, mert Jézus sebei, jegyeit viselem a testemen. Ez a Jézus jegyei, ezek talán a sebekre is utalhatnak. Mi lehet más Jézus jegye? És miután pont a megfeszítettségről beszél, ezért gondolják sokan, hogy talán Szent Pál lehetett az első, de erről semmi más bizonyíték nincs. De nem is az a lényeg ebben az esetben, hogy most Szent Pál apostol viselte a testén Krisztus sebeit, vagy nem, hanem azt, hogy másként nézte ezt a világot. Tudta, hogy azért a világért Jézus meghalt, de nekünk ebben a világban kell élnünk. Ebben a világban kell élnünk, és Krisztus szerint kell ebben a világban élnünk. És Krisztus szerint úgy tudok ebben a világban élni, hogy a kapcsolataimat, az ő szeretete és az ő törvénye szerint élem. Mert azt mondja, nem a körülmetéltség, sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség. Az a helyzet, amiben a világban vagyok, az önmagában engem nem üdvözít. Hiába vagyok körülmetélve, és tartozom a zsidósághoz. Hiába vagyok a pogányok közösségéből való. Ez egy adottság, ez nem ad semmit, hanem csak az új teremtmény. Az az új teremtmény, akit megérintett Istennek a keze. És aki hagyja, hogy Istennek ez az érintő keze formálja az ő életét. Fölkínáltatik nekünk az üdvösség. Az evangéliumnak a záró mondatai, a záró gondolatai ezek. Ha betértek egy városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok, még a port is lerázzuk, ami városotokban lábunkra tapadt, de tudjátok meg, elérkezett hozzátok az Isten országa. És bizony mondom nektek, Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. Van ebben valami furcsaságnak, kettőségnek tűnő dolog. Hogy mi az, hogy fölkínálják nekünk az Isten országát. Mert a 72 tanítvány, akit Jézus küld, az tulajdonképpen fölkínálja az embereknek, hogy elérkezett az idő, elérkezett az Isten országa. Igen, ám ha csak föl van kínálva, akkor én vissza is utasíthatom. Mert egy fölkínál dolgot nem kötelező elfogadni. Valóban. Az üdvösséget az Úristen újból és újból fölkínálja nekünk. De ha nem válasszuk az üdvösséget, annak lesz következménye. Látszatra ez valami erőszakos dolognak tűnik. De én azt gondolom, hogy pont az van benne, hogy az én döntésem szabja meg a saját életem sorsát. Isten, amikor megteremtett bennünket, akkor erről nem kérdezett meg semmelyikünket sem. Megkaptuk az életet. És az üdvösségre is úgy fog vezetni bennünket, az üdvösségre viszont úgy fog vezetni bennünket, hogy erről megkérdez bennünket. És az életünknek a tetteivel válaszolunk. Ahogyan én éltem, amilyen döntéseket hoztam, azzal tulajdonképpen kifejezem, hogy én azért üdvözülni szeretnék, oda szeretnék jutni, vagy engem az üdvösség nem érdekel. Az Úristen komolyan fogja venni a döntésünket. Nem jár nekünk az üdvösség, hanem kegyelem. Megkapjuk, megadatik, de csak lehetőség szerint. Ne úgy gondoljuk, hogy azért, mert Jézus meghalt, biztos, hogy üdvözülök. A lehetősége biztos az üdvösségnek. De a lehetőségnek egy része, hogy ebből lesz-e valami, az rajtam is múlik. Menjetek és hirdessétek, elérkezett az Isten országa. Vagyis úgy kéne ezen a földön élnünk, hogy
bizony a döntéseimben tükröződni kéne annak, hogy fél lábbal én már szeretnék ott lenni. Én már olyan döntést hozok, hogy az Isten országában szeretnék lenni. Ahogyan Szent Pál néz erre a világra, nekem megfeszítették ezt a világot. Vagyis ebben a világban én a megfeszített Krisztust akarom látni. Ő általa van értelme számomra ennek a világnak. Lehet persze ebben a világban, tudunk is sajnos Isten nélkül élni. De Szent Pál apostol arról tanít minket, és arról beszél, hogy nem érdemes. Lehet, de nem érdemes Krisztus nélkül ebben a világban élni. Sem a körülmetéltség, sem a körülmetéletlenség. Nem az életemnek az adottságai döntik el az én sorsomat, az én jövőmet, hanem az én döntéseim, hogy odaállok-e Krisztus mellé, vagy sem. Mással akarok-e dicsekedni? Más az, ami fontos nekem ebben az életben, vagy maga megfeszített Krisztus? Kérjük az ő kegyelmét, az üdvösség kegyelmét, miért felkínált, adjon hozzá erőt, hogy tudjuk is választani mindazt, amit nekünk akar adni.